A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Tudják-e, hogy mi a bitcoin, vajon fizetőeszköze? Mennyire értékálló, érdemes-e kriptovalutába vagy bitcoinba fektetni a pénzünket? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ, hogyha velünk tartanak, számítunk figyelmükre. Legelső kérdés az lenne, hogy ki az, aki tudja, mi az a bitcoin? Tehát ki az, aki tudna két mondatot mondani a bitcoinról? Szuper, köszönöm szépen! És ki az, aki mondana is két mondatot, vagy akár egyet? És addig leveszem az apkómat. Virtuális pénz, tökéletes, nagyon jó. Valaki kiegészíteni ezt bármivel? Tökéletes, virtuális pénz. Jó, ez már rögtön meg is válaszolja a következő kérdésünket, de azért megnézzük meg, hogy mennyire értünk ebben egyet. Pénz a bitcoin? Mit gondolunk? Ki szerint pénz a bitcoin? Oké, ki szerint nem pénz? Fizetőeszköz, jó. Tehát, hogy kb. 50-50, ugyannyian gondoljuk azt, hogy pénz, ugyannyian gondoljuk azt, hogy nem pénz. A következő kérdés arra vonatkozik, hogy zöld-e, vagy környezetbarát-e a bitcoin. Ugye itt azt szokták érvként felhozni, hogy nem kell fákat kivágni, hogy papírpénzt nyomtassunk, vagy fémet bányászni, vagy fémet bányászni, hogy ugye, érméket csináljunk belőle, hanem gyakorlatilag elektronikus jel formájában van, ez sokkal kevésbé terheli a környezetet, mint a hagyományos fizikai pénzek. Jó, ez az egyik érv, aztán persze lehet, hogy lesz majd másik érv is, de most még azért csak ennyit mondok nektek. A kérdés az, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy a bitcoin vagy a kriptopénzek általában környezetbarátok? Köszönöm, szuper. Ki az, aki szerint nem azok? Jó, itt kb. 50-50, tehát icivel többen mondtátok, hogy nem, de nagy különbség nem volt. A következő kérdés az lenne, hogy ki fogadná el a fizetését bitcoinba, azért ezt kis magyarázatot hagy fűzzek hozzá, jó? Tehát azért értelmezzük azt a kérdést, mert megérdemli. Ugye arról lenne szó, hogy hát most valószínűleg, és látom, hogy egy-két fiatal is van közöttünk, lehet, hogy ők még nem keresnek pénzt, de akkor mindenki képzelje, hogy van valamennyi fizetése, és azt forintban megmondták neki, hogy ez mennyi. Jó, x forintot kaptok minden egyes hónapban. A másik lehetőség, hogy átszámoljuk ezt az összeget bitcoinra. Jó, tehát akinek mondjuk 500 000 forint a fizetés, az nem 500 000 bitcoin kapna havonta, mert az elég jó lenne, azt szerintem mindenki örömmel elfogadná, hanem azt a pénzt, azt az összeget átváltjuk bitcoinra, és bitcoinra rögzítjük, tehát a szerződésben az lesz beírva, hogy ő fog kapni minden hónapban 0,2, vagy itt mennyi bitcoin. Jó, és akkor ez minden hónapban annyi bitcoin lesz. Jó, tehát vagy a forintban változatlan az összeg minden hónapban, vagy bitcoinban. És az a kérdés, hogy ki melyiket választja, a forintot vagy bitcoint. Ki az, aki bitcoint választja? Van árfolyama? Van árfolyama. Hát ez az, de most még csak én kérdezek. Jó, bocsánat, elnézést. Nem, bocsánat, lesz, bőven lesz alkalom kérdésre, de most egy kicsit most hagyj kérdezek én, mert úgy lesz majd a másik része is izgalmas. Tehát ki az, aki elfogadja így a fizetését bitcoinban? A mostani pillanat nyár folyamon. 20 000. Úgy nem. Jó. Egy ember, és ki az, aki nem? A mostani vagy mindig a havi kifizetésnek a napja? Hát ugye akkor az nem, mint a forintba rögzítenénk. Tehát, hogy mindig, tehát a mostani, ha lerögzítjük, az van megírva a szerződésben. Az egy darab összeg, 0,2, vagy mit tudom, mennyi, és akkor jó, akkor egy, mégis. Jó. Ki az, aki, tehát akkor ti elfogadjátok. Jó, király. Ki az, aki nem? Tartózkodni is lehet. Mindenki más tartozik. A többség nem. Jó, de van, aki elfogadna. Jó, szuper, tök jó. És ki az, aki azt gondolja, hogy a bitcoin az jó befektetés lesz? Tehát ha most veszünk bitcoint, akkor az jó lesz nekünk. Most nem mondom, hogy mennyi időre, egyébként ez nagyon fontos kérdés. Jó, de ez minden befektetőnek el kell döntenie, mikor megveszi a befektetést, hogy mennyi időre veszi meg. 3 másodpercre, egy napra, vagy 843,5 milliárd évre. Jó, ezt most nem mondom meg, mindenki gondoljon valamilyen időtávot magának, ez így persze ettől kezdve kicsit komolytan is a kérdés, de azért így is van valami értelme. Ki az, aki azon, hogy jó befektetés lesz a bitcoin azon az időtávon? Köszönöm. Ki az, aki szerint nem?
kicsivel több volt az optimista, de mivel az időtávot lehetett választani, ezért mondjuk ez egy kicsit az ő javukra is kedvezett. Jó, és végül, de nem utolsó sorban, az lenne a kérdésem, hogy szerintetek tekinthetjük-e a bitcoint virtuális aranynak, hogy itt a magyarázat az hozzá, hogy sokan azt mondják, hogy azért olyan a bitcoin, mint az arany, mert ugye aranyból is véges sok mennyiség van a Földön, tehát nem tudunk többet kibányászni, bár ugye már elég régóta gondolkoznak azon, hogy majd más bolygókon, meg aszteroidákon fogunk majd bányászni aranyat, meg akár más ritka fémeket, vagy más fontos nyersanyagot. De alapvetően most még a Földön bányászunk, csak ezért véges a mennyisége az aranynak, és egyébként ez az egyik oka annak, hogy az arany az értékes. Nem lehet, a középkorban próbálkoztak aranyat csinálni, és lett belőle a kémia, de arany az nem lett belőle. Jó, tehát aranyat nem tudunk teremteni, abból véges mennyiség van. Ugye a bitcoin az ilyen szempontból nagyon hasonló, mert a bitcoinnak a mennyisége soha nem lesz több, mint 21 millió. Jó, tehát soha nem lesz több bitcoin a világon, mint 21 millió darab, egyébként 21 millió és több mint 100 év múlva lesz, amikor el fog érni a bitcoinnak a mennyisége ezt a felső korlátot, és aztán attól kezdve megáll a bitcoinnak a teremtése, a bányászta, bármit is jelent ez most, aki nem érti még, hogy mit jelent, később majd megértjük. De lényeg az, hogy mind a kettőnek tehát véges mennyisége van, szemben, és ez nagyon fontos, ugye beszéltünk, hogy van, aki azt gondolja, hogy pénz a bitcoin, van, aki azt szerintem nem, de egyébként ugye itt pénzként is gondolunk rá, mint hogy az arany is nagyon sokszor pénzként funkcionált a világban, meg van, ahol még most is egyébként pénzként használják. De szemben a hagyományos pénzzel, ugye, tehát aminek a mennyisége az nem véges, az látjuk egyébként, hogy egyre több és több van forintból, dollárból, euróból, mindegyikből. Jó, tehát ugye inflálják az értékét, vagy ugye egyre több és több van belőle, és ezért csökken az értéke. Lényeg az, hogy az arany és a bitcoin azért hasonló, ugye? Ilyen szempontból, hogy van egy limitált felső korlátja, amit soha nem fog túllépni. A pénz meg teljesen más, ugye a hagyományos pénz teljesen más. Ki az, aki szerint akkor az állítás az igaz, hogy akkor a bitcoin az virtuális? Hát virtuális nyilván, mert nem valódi, ugye, hanem elektronikus, online van csak, nincsen fizikai formája. Ki az, aki azt mondja, hogy igen, szerint ez elfogadható, hogy a bitcoin az virtuális arany? Szuper, köszönöm. Ki az, aki szerint nem? Jó, na, itt az elég határozott vélemények voltak. Rögtön az első válasz után azt gondoltam, hogy most ez nyerni fog, de itt majdnem mindenki jelentkezett itt vagy ott, és végül döntetlen lett, azt mondhatjuk. Jó, oké, ez amit most tudunk, és remélhetőleg valakinek megváltozik a véleménye a végére, mert akkor tanultunk valamit. Jó, tehát egyébként, hogyha a végén is ugyanazt gondoljátok, mint az elején, akkor minek jöttem ide, remélhetőleg meg fog változni a véleményetek. Mondjuk, hogyha valakinek így, valakinek meg úgy, az gyanús lesz, akkor nem biztos, hogy jó munkát végeztem, de remélhetőleg azért lesz valami trend, lesz valami tendencia, amit megfigyelhetünk. Jó, ugye a bitcoinnál, hogyha bitcoinról vagy akár kriptopénzekről beszélünk, akkor nagyon sokszor a blokklánc fogalmából kell kiindulnunk, vagy legalábbis beszélnünk kell a blokkláncnak a fogalmáról. Ugye a blokklánc, mint ahogy a neve is mutatja, az blokkokból álló lánc. Tehát egymás után vannak blokkok. Mik ezek a blokkok, vagy mik vannak ebben a blokkokban? Tehát gyakorlatilag ilyen mindenféle számok, tehát egyrészt mondhatnám ezt is, és jöhetne a következő dia, de mondjuk akkor valószínűleg nem lenne sokkal világosabb annak a számára, aki még nem hallott a blokkláncról, hogy mi a csuda ez, ezért kicsit beszéljünk róla. Ugye beszéljünk konkrétan a bitcoinról, a többi kriptopénz az nagyon hasonló sok szempontból. A bitcoin az 10 percenként készít el átlagosan egy blokkot, más kriptopénzek gyorsabban, lassabban, máshogyan, de akkor beszéljünk a bitcoinról. 10 percenként készül egy blokk, mi van benne egy ilyen blokkban? Benne van, hogy mikor készült el, dátum, óra, perc. Benne van, hogy milyen verziójával csinálták ezt a bitcoin szoftvernek, ez se tűnik annyira érdekes dolognak. Benne van, ugye ez egy virtuális pénz, de hogyan lesz egy virtuális pénz? Ugyan, mint a rendes, hagyományos pénznél, amikor valakinek van egy forintos bankszámlája, ugye amikor utaltok valakinek pénzt, vagy akár a bankkártyátokat használjátok, az fog történni, hogy ti bankszámlátokról leveszik azt a pénzt, és másikra meg fölrakják. Jó, tehát egyik bankszámláról a másik bankszámlára átratnak egy összeget, amit éppen fizettetek a boltban. Jó, tehát ugyanez történik a bitcoin rendszerén belül is, megmondják azt erről a számláról, amelyiket egy nagyon hosszú ilyen betűből számokból, de hát igazából szám gyakorlatilag, betűből számokból álló hosszú jelsorozat, az egyik számláról a másik számlára rakját 0,06 bitcoint. Jó, és akkor ez egy utalás. Benne van ebben a blokkban az összes utalás, ami ebben a 10 perces időszakban történt. Ami az utolsó blokknak a keletkezése, az utolsó tranzakció lekönyvelése óta történt, az mind benne van a blokkban. Nem mindig van benne az összes egyébként, mert néha nem fér bele,
ugye a bitcoin mérete az limitált, tehát nem fér be nagyon sok, nem fér be végtelen sok utalás. Sőt, egyébként lehet, hogy erről később beszélünk, de megdöbbentően kevés fér bele bizonyos szempontból. De lényeg az, hogy benne van az összes utalás, ami ebben a 10 perces időszakban történt, és benne van még két számunkra fontos dolog. Van egy rész, ahol valamilyen számot, random számot be kell írni majd annak, aki ki szeretné bányászni ezt a blokkot. Jó, hogy ez mit jelent, hogy kibányászek a blokkot, erről, ha majd lesz kérdés, szívesen beszélek, de most akkor ezt engedjük el, mert ez nem feltétlenül fontos a közgazdaság részéhez a mai órának. De lényeg az, hogy oda beírnak egy random számot, különböző szereplők, mindenki, aki azért versenyez, hogy ő bányászza ki a blokkot. Hogy ez miért jó neki, azt elmondom nektek, aki kibányázta, tehát aki először jó számot ír oda be, tehát hogy megvan neki a lottó 5, és mondhatjuk ezt, akkor ő megkapja az ő jutalmát, ami egy blokknak a kibányászásáért, tehát 10 perces blokknak a összerakásáért, átlagosan 10 percig tart egyébként, tehát 10 perces munkáért, jelen pillanatban kapja 6,25 bitcoint. Azt a 20 000 dolláros árfolyamát, ha megszorozzátok, az azt jelenti, hogy az olyan 120 000 dollárnál is több pénz, tehát 120 000 dollárnál is több 10 perc munkájára, az nem egy rossz óradé, mondjuk, jó? Tehát nyilván ezért lehet, hogy mi is megpróbálunk beírni oda valami számot. Nyilván ez nem ennyire egyszerű sajnos, de mondjuk egy elsőre ez elég vonzónak hangzik. A lényeg az, hogy egy valaki meg fogja ezt találni, az az egy valaki megkapta ezt a 6,25 bitcoin. Ha az egész rendszer elindult 2009. január 4-én, akkor ez még 50 bitcoin volt egyébként minden egyes 10 perces időszakban. Akkor igazából a bitcoin nem ért még semmit, tehát hogy akkor még ez nem tűnt akkor nagy biznisznek, de aki akkor bányászott, aki akkor megtalálta a helyes számokat, az 10 perceket kapott 50 bitcoint. Jó, és egyébként valószínűleg fogunk arról beszélni, ki volt az az ember, aki ezeknek a nagy részét megkapta, és nagyon-nagyon sok bitcoinja van. De lényeg az, hogy megkapja ezt a 6,25 bitcoint. Tehát ezért sokan versenyeznek azért, hogy ők legyenek azok, akik kitalálják azt a számot, amit oda be kell írni, ami teljesíti majd azt a feltételt, amit teljesülnie kell. És még egy fontos dolog van, ami benne van a blokkban, ez pedig az előző blokknak az új lenyomata, a digitális új lenyomata. Ezt úgy hívják, hogy hashkód. Ugye a lényeg az, hogy ezt, ha egyszerűen akarjátok elképzelni, akkor olyasmi, hogy az összes szám, ami benne van az előző blokkban, összeadjátok, és akkor azt a számot beírjátok ebbe a blokkba. Valami ilyesmi, nem pont ez, de ez bőven elég nekünk az, hogy értsük azt, hogy hogyan működik a blokklánc. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert azáltal, hogy az előző blokknak benne van ez a digitális új lenyomata ebben a blokkban, ez garantálja azt, hogy ettől kezdve nem lehet átírni az előző blokkot. Nem lehet megváltoztatni, nem lehet megmásítani az előző blokkot. Az meg miért fontos? Van-e valakinek ötlete, hogy miért fontos, hogy ne lehessen az előző blokkot? Bocsánat? Hát így van, így lehet szerződni. Ugye? Tehát hogy mi lenne az, hogyha én megveszem a kocsitokat, azt mondom, fizetek a kocsitokért, mit tudom én, 0,03 bitcoint, és aztán holnap meg kitörlöm a blokkláncnak, annak a blokkjába kitörlöm azt utalást, hogy átírom, hogy ez nem is 0,03 volt, hanem annál sokkal kisebb szám volt, vagy nem is én utaltam, aki más utalt, tehát átírom azt a blokkot. Ugye honnan fogja tudni a bitcoin rendszer, hogy nekem mennyi bitcoinom van, mindig meg fogja nézni azt, hogy mennyi pénz jött be a számlára, mennyi pénz ment ki, és akkor kettő egyenleg az, ami pénzem van. Tehát ezt az utalás, amit ezt meg tudnám változtatni, akkor attól kezdve ugye nem lehetnétek biztosak abban, hogy meg fogjátok kapni az adatotoknak az ellenértékét, és bármikor elvehetném tőletek. Jó, hogy bárki elvehetné, egyébként nem csak én, hogy egy harmadik személy is mondhatná azt, hogy akkor átírja ti számlátokat abban a blokkban a saját számlájára, és akkor már is az ő számlájában van az összeg. Tehát ez nagyon fontos, ne lehessen átírni a blokkokat. Ez a hagyományos pénzügyi rendszer is nagyon fontos, hogy ne lehessen, ha már egyszer utalt valakinek, azt ne lehessen utána kitörölni, átírni, megváltoztatni. Nyilván ezt a bankok megoldják saját maguk, hogy védekeznek a hackerek ellen, de ugye a blokklánc az fönn van az interneten. Azt elvileg bárki hozzáférhet, átírhatja, belepiszkálhat. Tehát ott kell egy módszer, ami biztosítja azt, hogy senki nem tudja megváltoztatni. Hiába van ott az interneten, hiába fér hozzá mindenki, mégis senki nem tudja ezt a blokkot, amivel elkészült, senki nem tudja megváltoztatni. És ugye mi lesz, ami végül ez garantálja? Ugye bekerül ez az új lenyomata ebbe a blokkba, ha bármit átírnak, egyetlen egy számot átírnak abban, akár a számlaszámban, akár az összegben, már más lenne az új lenyomat, már rögtön kiderül a következő blokkra ránézve, aha, valakit belepiszkált. Egyébként rengeteg sok ember lementi ezeket a blokkokat, tehát még azt is lehetne látni, hogy melyik részét írták át, tehát ilyen szempontból is jól működő rendszer. Még egyetlen egy dolog kell az egészhez, mert még ez sem lenne gond, mert ha valaki végig is gonosz akarna lenni, mondjuk én, térjünk vissza, mindig legyek én akkor a nagy közelenség, tehát én akarom a tegnapi utalásomat átírni,
Hát oké, akkor átírom, akkor persze más lesz majd a digitális újlenyomat, akkor egy másik új lenyomatot berakok majd az új blokkba, akkor annak is más lesz a digitális újlenyomat, mert az függ attól is, amit ugye az előző blokk új lenyomatától is függ ennek a saját új lenyomata. De akkor az is más lesz, azt is átírom, meg összeset átírom, és senkit nem érdekel. Tehát ugyanúgy vagyok, hogy megint átírtam a blokkláncnak azt a fontos utalását, ami nekem lényeges volt, megint csak ugye nem lett levéve a számlámra a pénz. Ugye hogyan működik az, hogy ez ne történhessen meg? Úgy történik meg, hogy egy ilyen blokkot, azt kell garantálni, egy ilyen blokkot körülbelül 10 perc alatt, minél gyorsabban ne lehessen megcsinálni, előállítani. Mert ha nem lehet 10 perc, hogy gyorsabban megcsinálni egy ilyen blokkot, nem lehet 10 perc, hogy gyorsabban kitalálni ezt a véletlen számot, nem lehet 10 perc, hogy gyorsabban megnyerni a lottó ötöst, akkor persze átírhatja valaki az utalást, átírhatja az utalást a tegnapi utalásban, ugye most nem tudom fejbe kiszámolni, de ugye szorozzátok össze, hogy 10 perceként születik egy blokk, tehát akkor az azt jelenti, hogy 6x24 az valami 1440, valami, nem tudom, darab blokk készült el azóta. Én átírhatom azt az egy blokkot, na de akkor átírom, újra ki kell mit kell beírni oda a következő blokkba, hogy stimmeljenek a történetek, az 10 percig fog nekem, sőt nem is 10 percig, mindenkinek, hogy miért nem, de hogy az tovább fog tartani, mint 10 perc. De akkor még csak ugye egy blokkal, tehát 10 perccel az utalás utáni pillanatban vagyok. Azóta meg megint csak eltett való életben is 10 perc. Jó, tehát bárki ránéz a blokklánc, amit én próbálok ott barkács módon összerakni a hamis blokkláncra, meg az igazira látni fogja, hogy egy blokklánc, ami 10 perc ezelőtt befejeződött, ugye az igazi blokklánc, amit aztán mindjárt keletkezik a következő blokkja, meg valamilyen idióta, ugye én, próbálja egy nappal korábbi blokkláncot építgetni saját maga, teljesen nyilvánvaló lesz, hogy melyik az, ami a hamis blokklánc, ugye, ami tegnap befejeződik, és melyik az igazi blokklánc, ami egészen máig tart. Tehát el tudjuk azt érni, kb. 10 percig tartson ezt a titkos, ezt a nyerőszámot megtalálni, akkor az már jó nekünk. És hogy csinálja ezt a rendszer? Úgy csinálja, hogy gyakorlatilag egy véletlen számot kell oda beírni, és azt várja el, hogy amikor megcsináljuk a digitális újlenyomatot, az már jó sok nullával kezdődjön, mint szám. Tehát ha azt a számot leírnánk, ezt a digitális újlenyomatot ezt leírnánk egy papírlapra, jó hosszú lenne, de hogy nagyon-nagyon sok nulla legyen az elején. És mindig nézi azt, hogy ez most mennyi ideig tartott, mi megtalálta a leggyorsabb ember. És aztán mindig így visszanézi, hogy az elmúlt, azt hiszem két hetente szokták ezt nézni, az elmúlt két hétben átlagosan milyen gyorsan találták meg, és azt látja, hogy 10 percnél gyorsabban találják meg, akkor nehezebbé teszi, akkor azt mondja, hogy eddig 26-0-nak kellett lenni az elején, akkor legyen 27-0. Az már sokkal nehezebb megtalálni olyan számot, ami ugye, mert akkor sokkal kevesebb jó számunk van. Ha meg azt látja, hogy lassabban találták, meg ezt ritkában látja, majd mindjárt kiderül, hogy miért, de akkor meg könnyebbé teszi a feladatot, azt mondja, ne legyen 26-0, legyen csak 25-0, és akkor a következő napokban majd gyorsabban fogják a blokkokat generálni. Jó, fontos az persze, hogy ne legyen nagyon gyorsan, ne lehessen nagyon gyorsan ezt a új blokkot megtalálni, mert ugye akkor lehetne manipulálni, át lehetne érni a múltat, de ne is legyen nagyon lassú ez a folyamat, mert hogyha mondjuk 20 percig tart, mi megtaláljuk, ugye akkor hát nem is tudjuk lekönyvelni azt, ami történik. Ugye akkor folyamatosan dupla ideig tart lekönyvelni, mint ami keletkezik, és akkor egy idő után nem tudnánk lekönyvelni az elmúlt 3 évet sem, mert még mindig az előtti 3 évet könyvelgetjük. Jó? Tehát az fontos, hogy kb. 10 percig tartson mindig egy blokknak az előállítása, és a Bitcoin rendszer ezt megoldotta, a Bitcoin rendszer ilyen szempontból szuper. Jó, és az kapja jutalmat, aki megtalálja ezt a véletlen random számot. Senki nem tudja, nincs arra módszer, nincs arra matematikai módszer, hogy tudjuk azt, hogy milyen számot kell oda beírni. Ez tényleg véletlen találgatással működik csak. Mindenkinek kb. Ugyanilyen esélye van. Nyilván, aki egy erősebb gépet használ, annak több esélye van, aki egy gyengébb gépet használ, annak kevesebb esélye van, de mindenki ugyanolyan esélyekkel indul. Jó, ugye a legelső kérdés, amit feltettem nektek, az az volt, hogy pénze a Bitcoin, hogy vajon pénze a Bitcoin. És hát nyilván egyébként itt mindenkinek elfogadom a véleményét, tehát itt nem akarlak titeket meggyőzni, de én közgazdász vagyok. Ha közgazdász megkérdeznek, hogy pénze valami, akkor ő mindig azt mondja, hogy meg kell nézni az úgynevezett 3 pénzfunkciót. Tehát ezt kell megnéznünk, hogy a 3 pénzfunkciót az teljesíti-e, és ezt fogjuk megnézni most. A legelső pénzfunkció, amit megnézünk, az a fizetési funkció. Lehet-e vele fizetni? Erről mit gondoltok egyébként? Lehet vele fizetni? Lehet Bitcoin-e? Lehet, persze. Így van. Simán lehet. Főleg, ha valami ilyesmit akartok venni. Jó, tehát, és nyilván senki nem tudja, mi van ezen az ábrán, vagy ezen a fotón, nem találkoztunk még ilyenekkel soha az életben, de ezek nem legálisan beszerezhető dolgok. Jó, annyit azért hozzátennék. Lényeg az, hogy ha ilyeneket szeretné valaki venni, akkor sokkal jobb egyébként olyan kriptopénzt használni, ahol egyébként elvileg az, hogy egy számlaszám mögött ki van, azt senki nem tudja. Ugye a bankszámla mögött ki van, azt tudja a bank.
Azért kell nekünk azonosítani magunkat, erre a banknak is kötelezettsége van, mindenkitől, minden ügyfelétől elvárja, hogy egyszer jöjjön be, mutasson valamilyen személyigazolványt, azt le kell ellenőrizniük, írja alá, megnézik, hogy tényleg ő az, tehát hogy elve tudják, hogy egy bankszámla mögött ki van. A kriptoszámlák mögött elvileg nem tudják, hogy ki van. Gyakorlatilag egyébként a bitcoinnál nagyjából tudják, de vannak, ahol nem tudják. Tehát a kriptoszámláknál nem tudják. Ezért, hogyha valaki fizetni akar illegális tranzakciókért, akkor mondjuk azért jobb bitcoinnal fizetni, mint a saját bankszámláról átutalni azt, hogy akkor köszi a drogot, és beír a megjegyzésbe, hogy akkor ezt a heroinért cserébe utalom. Hát valószínűleg akkor kopogtatnál elég gyorsan, hogy most viccelődött, vagy ez valami komoly történet volt. Ugye az se annyira jó, hogyha egy hatalmas nagy kofferre rohangál a nagyvilágban, ami tele van 100 eurósokkal, ugye ott is lehet, hogy rákérdeznek, hogy ez most micsoda. Ha meg egy anonim számláról átad egy másik anonim számlára egy összeget, az egy sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb megoldás. Jó, de ez most nem egy jó tanács volt nektek, tehát ne értsetek félre. Ez most csak ugye annak a bemutatása volt, hogy van olyan eset, amikor valóban egyébként érdemes bitcoint használni, hogyha valaki ilyen tranzakciót szeretne csinálni. Jó? Egyébként nyilván elméletileg, ugye Elon Musk is egyszer bejelentett, hogy Teslát is lehet bitcoinért venni, vannak effektíve olyan teljesen legális cégek, ahol lehet bitcoinért vásárolni teljesen legális dolgokat, tehát egy percig nem akarom azt mondani, hogy csak drogot lehet venni bitcoinért, tehát ne értsetek félre. De azért aztán Elon Musk is azt mondta, hogy mégse lehet majd Teslát vásárolni bitcoinért, és elég komoly okok vannak mögötte, hogy miért nem érdemes a legtöbb dolgot bitcoinért megvenni. Ugye alapvetően kettő oka van ennek. Az egyik ok az az, hogy egy tranzakció, vagy három ok mondjuk így, az egyik az, hogy egy tranzakció az nagyon lassú. A bitcoinnál általában azt szokták tanácsolni, hogy azért ne csak azt az egy blokkot várjuk meg, amiben belekerül majd az utalásunk, egyébként lehet, hogy nem a legelső blokkba fog belekerülni, ahogy mondtam nektek, azért nem fér bele nagyon sok utalás, tehát elképzelhető az, hogy utalni akartod, de nem fér bele a következő blokkba. És akkor várnatok kell a következő blokkra, mert az utáni blokkra ezek már 10 percek ketyegnek, tehát akkor telnek a 10 percek. Ami nem tűnik soknak, de ma Magyarországon az azonnali fizetési rendszer az úgy néz ki, hogy 3 másodperc hatát még utalásotok. Jó? Tehát azért 3 másodpercet vessük össze avval, hogy itt ketyegnek a 10 percek, és ha végre bekerült, meg akkor is azt mondják, hogy ezért várjál még azért 4-5 blokkot, hogy biztos legyen az, hogy ez az a blokk lehet, mert történhet olyan, hogy egyszerre két blokk létrejön, és aztán valamelyiket folytatja majd a nagyvilág, és egyikben benne van az utalás, másikban nincs benne, és azt folytatják, akkor mégse történt meg az utalásod. Tehát úgy tűnik, mintha megtörtént volna, mert abban az új blokkban, amit éppen te megnézel, abban benne volt, de nem ezt a láncot fogja folytatni majd a bitcoin közösség. Tehát azt mondjuk, várja azért 4-5 blokkot, na az már egy óra. Tehát ha rögtön az első blokkba bekerültél, már egy órát vártál. Azért nem biztos, hogy érdemes így a boltba, a sarki boltba fizetni, mert akkor ott állsz egy órát, és akkor ketyeg az idő, nem történik semmi, az összes romlandó ételet megromlik, mire kiderül, hogy átment az utalásod, tehát ez nem annyira kényelmes. Ez az egyik probléma. A másik probléma az az, hogy nem olcsó egy utalás. Legalábbis, ha kis összegű utalást csinálsz. Jó? Tehát a bitcoinnál az van, hogy mivel véges sok hely van benne a blokkban, ezért minden helyet eladnak valamilyen összegére, a legtöbbet ajánlónak adják el. Tehát te versenyzel, hogyha te mondjuk egy mackósajtot vettél, te akkor is versenyzel avval, aki mondjuk egy több millió dollárt utalált bitcoinban, és azt mondja, hát neki 30 dollárt fizetni azért, hogy ez a több millió dollár ez átmenjen neki utalásként, az még lehet, hogy még olcsóbb is, mondta, hogyha hagyományos bankrendszeren keresztül utalná, azt mondja, hogy fizet érte 30 dollárt. Ha nem fizetsz érte 30 dollárt, lehet, hogy nem kerülsz bele a blokkba. Azért egy mackósajtot, hogy ugye az utalásod átmenjen, azért nem biztos, hogy szívesen fizetsz 30 dollárt. És most ez olyan viccesnek, meg olyan kitalált példának tűnik. 2017 végén volt olyan, hogy egy utalás az átlagosan 60 dollárba került. Tehát gondoljatok bele, hogy ténylegesen egy olyan utalás, ahol 60 dollár, szorozzátok meg ezt a forint árfolyamát. Tehát aki nem 100 000, vagy inkább milliós nagyságrendű utalást akar csinálni, annak nem érte meg. Tehát több volt a tranzakciós költsége, mint bármilyen más módon, ha fizetett volna. Ez a második probléma. És a harmadik probléma az pedig az, hogy ha nagy utalást végzel vele, ott egyébként jónak tűnik, van egy nagyon jó Netflix film egyébként, én nem fogok beszélni arról, lehet a kérdés lesz, amikor beszélünk róla, volt egy híres eset, amikor egy, ugye nem is egy, hanem a kanadai kriptotőzs, de a Quadriga, az a mindenféle érdekes dolog történt. Ha lesz kérdés, szívesen beszélek róla, mert ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes történet, de most elég nekünk annyi, hogy volt egy olyan ügyfele a Quadrigának, tehát az a lényeg, hogy hirtelen nem fértek hozzá az ügyfelek a pénzükhöz, ez a fontos most nekünk. És volt egy olyan ügyfél, aki eladta a lakását, és ő tényleg kiszámolta azt, hogy hát ha ezt rendesen neki utalják kanadai dollárba, akkor a bank az ennyit volna,
ha meg bitcoinba, akkor ez a 60 dollár, akkor nem is 60 dollár, hanem kevesebb volt, az sokkal kisebb számot mondja, tök jó, hát akkor fizessenek neki a lakásért bitcoinba, fizettek neki bitcoinba, meg is kapta, de a számla az befagyott, amikor a kvadriga hirtelen ugye történt valami történt, lényeg az, hogy nem fért hozzá a pénzéhez. Jó, tehát költség alapon megérheti egy nagy összeget bitcoinba kérni, hogy bitcoin utalják nektek, de hogyha ilyen problémátok lesz, és egyébként sok minden más probléma is lehet, ami miatt nem tudtok hozzáférni a saját pénzetekhez, akkor ez elég kellemetlen, hogyha ez egy nagyobb összeggel történik. Tehát ez is azért ellene szól annak, hogy ezt használjátok, és még lehetne arról is beszélni egyébként, hogy sok országban be van tiltva, most persze lehet azt mondani, hogy jó, de ki tudja, hogy én most a neten kinek utalok, mert majd torhálózatok keresztül csinálom. Persze ki tudja, de aztán egy havarom mégiscsak tudja, és akkor egyszer majd ellentanúskodik. Tehát azért itt vannak lehetnek kellemetlen történetek, és tényleg meg lehet figyelni azt, hogy a Kína sokszor játszott azt, hogy néha tilos, néha nem tilos a bitcoinnal, vagy általában kriptopénzekkel fizetni, mindig, mikor betiltották, visszaesett a forgalom. Tehát az emberek általában nem szeretik azt, ami tilos. Még akkor is, ha azt gondolják, hogy ki tudja kerülni, egyébként a legtöbben nem tudja kikerülni ezt jól, de még ha azt is gondolja, hogy ki tudja, akkor is úgy van vele, hogy hát, de azért mégiscsak, most ne kockáztassak, inkább akkor utalom más módon. Jó, tehát ezeket mind fel lehetne hozni, de azért egy kicsit, hogy jó fej is legyek a bit, vagy korrekt legyek a bitcoinnal, azért azt hozzá kell tenni, hogy igen, sok országban be van tiltva, mert a forint nincs effektíve betiltva, mit tudom én, Romániában, hogy tilos, nincs kiírva, hogy tilos forinttal konkrétan fizetni, próbáljuk meg forinttal fizetni, nem fogunk tudni. Jó, tehát lehet, hogy Erdélyben elfogadják, de egyébként délen már biztos nem. Tehát lényeg az, hogy a magyar forintot se fogják elfogadni az összes többi országban gyakorlatilag, Magyarországon kívül. Azért a bitcoint sokkal-sokkal több országban fogadják el, mint a legtöbb, vagy egy kivételével igazából a dollár kivételével bármelyik pénz. Tehát akkor ezt lehetne mondani, hogy akkor igazából a fizetési funkció az a bitcoinnál azért mégiscsak működik, mert nagyon sok helyen elfogadják, és ezt meg kell hagyni, hogy ez mondjuk igaz. De van még két másik pénzfunkció is, amiről beszélnünk kell. Az egyik az úgynevezett értékőrző funkció. Az értékőrző funkció az azt jelenti, hogy hát mikor megkapod a pénzedet, a fizetésedet, akkor azért reménykedsz, hogy hónap végén is kb. Az annyit ér, mint hónap elején, mert azért elég rossz lenne az, hogyha ha többet ér, annak örülsz, de hogyha kevesebbet ér, főleg ha sokkal kevesebbet ér, az azért kellemetlen tud lenni. Jó, tehát hogy a hónap elején még kaviárt eszre, a hónap végén meg gyakorlatilag csapvizet iszol, mert nem ér semmit a pénzed. Az nem lenne jó. Tehát neked azért nagyon fontos, mikor egy pénzről beszélsz, egy olyan pénzről, amiben mondjuk a fizetésedet kapod, hogy a hónap végén annak az értéke az azért ne csökkenjen sokat. Vagy időben akár meg nem biztos, hogy a hónap végén el akarod az egészet költeni, tehát akár hosszabb távon is ne csökkenjen sokat. És ilyen szempontból az a bitcoinnak az értéke az nagyon virgonc, az nagyon, nagyon ingadozó. Azt mondjátok, ki volt, ez volt a legelső tranzakció, amikor bitcoinnal fizetett bárki is. Ez az a legelső tranzakció, amit ténylegesen a tranzakció kifizetése az bitcoinban történt. Egyébként a Papa John's-tól vett két darab pizzát az illető, de nem a Papa John's fogadta el tőle a bitcoint, ugye akkor a bitcoint azt pár ilyen geek tudta, hogy mi a franc az. Ugye Papa John's nyilván nem tudta, az amerikai pizzát nem tudták, hogy mi az. De ő az online írta, hogy aki rendelnek két pizzát, még azt is leírta, hogy ne legyen benne tengeri herkentyű, viszont legyen rajta sajt, meg te ez az amaz. És aki neki ezt megrendeli, annak fog fizetni, nem egy bitcoin fizetett neki, hanem 10 000 bitcoint, és valóban ez nagyon sokat ért egyszer, most is elér keveset egyébként, tehát azért 10 000 szorozzátok meg, ugye 20 000 dollárra, 200 millió dollárt ér, tehát hogyha azt a pénzt megtartja, nem most 200 millió dollárra, de volt olyan pillanat, amikor több pénze lett volna, mint 500 000 000 dollár. Tehát azért az elég drága pizza, mondjuk oké, két pizza volt, tehát akkor csak 250 millió, de azért ez elég drága pizza. Egyébként az érdekessége a sztorinak, hogy az illető az egy magyar származású, Amerikában élő magyar származású programozó volt, úgy hívják, hogy Hanyesz László. Egyébként megkeresték őt évekkel később, hogy nem bánja-e, hogy ilyen sok pénz, hát akkor még nem volt olyan nagyon sok, akkor pár 10 millió dollárt ért neki az a két pizza, megkérdezték, hogy nem bánja, azt mondta, hogy nem, nagyon finom volt a pizza. Egyébként ilyenkor mindig röhög rajta, ekkora lúzert, hogy megtartotta volna, és akkor most milliós lenne dollárban. Ugye az érdekesség a sztorinak, hogy akinek ő odaadta a bitcoint, az tartotta, én nem tudom, két hétig vagy fél évig, nem tudom pontosan, de akkor még nem volt ilyen brutális áremelkedés a bitcoinnak, nyert rajta 10%-ot, azt konkrétan tudom, de 9, valamennyit egész pontosan. Tehát ő se lett belőle dollármilliárdos, tehát ugye 32 dollár lett neki mondjuk 40 dollárja. Tehát ő se keresett rajta brutálisan sokat, és azért még azt hozzá kell tenni, hogy akinek volt bitcoinja akkor, mikor ez a tranzakció történt, hát valószínűleg neki nem ez volt az összes bitcoinja. Tehát mindenki röhög rajta, hogy mekkora lúzer, de lehet, hogy ő röhög mindenkit, hogy egyébként még a maradék bitcoinjában vett magának három Ferrarit, meg
meg 8 lakást Miami-n. Tehát azért valószínűleg egyébként nem volt neki összességében ez a Bitcoin sztori, ez nem volt neki egy rossz kaland. Na de ami fontos nekünk az az, hogyha ennyit tud emelkedni a Bitcoinnak az értéke, tehát 32 dollárról fél milliárd dollárra föl tud menni az értéke. Ugye erre mondhatnátok persze azt, ez hát ez sokkal jobb, mint az értékőrző funkció. Tehát ez nem őrzi az értéket, tehát ez meg ezerszerezi, vagy milliószorozza, nem tudom, ugye 10 milliószorozza gyakorlatilag az értéket. Tehát ez sokkal jobb, mint az értékőrző funkció. Na de ez azt nagyon fontos tudni, és ez a pénzügyek alakszabálya, hogy aminek föl tud menni az ára sokat, az le is tud esni, pontosan. És azért a Bitcoinnál, hogyha valaki ránéz a grafikonra, mindig úgy néz ki a grafikon, hogy rups, tehát most nem teljesen, de azért most is mondjuk 2 évvel ezelőttig így nézett ki. Na de azért az a teljesen vízszintes szakasz, csak azért tűnik vízszintesnek, mert az annyira pici ára mostanihoz képest, hogy ott nem látszik ugye az ingadozás. De ott is volt olyan 7 hónapos időszak, lecsökkent a hetedére az ára a Bitcoinnak. Tehát rengetegszer volt olyan időszaka a Bitcoinnak, amikor nem bika piac volt, amikor nem felfele ment az ára, csak ez nem látszik a grafikonon, mert ugye gyakorlatilag, ami 2 évnél korábban történt a csúcshoz képest, ott nem fog tudni megkülönböztetni az egyes pontokat, mert mindig a nulla környékén lesz. Jó? Tehát a lényeg az, hogy a Bitcoin korábban is bemutatta már azt, hogy tud nagyot zuhanni az értéke. Nyilván most is sokat esett, de ezért ennél is nagyobb esései is voltak. Meglehetjük persze, hogy mit hoz a jövő, de lényeg az, hogy azért az értékőrző funkció szempontjából ez egy komoly probléma, ez egy komoly kérdőjel, hogy ha ebben van a pénzed, akkor mi fog történni, és azért sokat is esett, de azért a Bitcoinnál, ami még sokkal durvább, az, hogy nagyon rövid idő alatt tud nagyon sokat esni. Tehát volt olyan egyetlen egy nap, vagy majdnem 24 óra, amikor a felére esett le az érték a Bitcoinnak. Jó, tehát azért ez egy elég komoly kockázat, azért a hónap végén most gondoltok bele, hogy most fel annyit ér a fizetésetek, az nem olyan vicces. Az nem olyan vicces. Hogyha sok pénzt kerestek, persze lehet, hogy az se zavar annyira titeket, de azért kicsit akkor is zavar. Jó? Egy picit akkor is zavar. Nyilván persze, hogy 10-szereződik, akkor annak jobban örülsz, de hát a gond az, hogy ez sajnos lefele is tud menni. És a harmadik fontos funkció, amit most gyorsan átugrunk, mert az már nem annyira fontos nekünk, de azért az is egy fontos funkció, az az értékmérő funkció, ami azt jelenti, hogy ki tudjuk fejezni az árát minden dolognak, ebben a dologban, ebben a fizetőeszközben, konkrétan tehát a Bitcoinban. Ami úgy tűnik, hogy hát ez miért nem működne? Van egy pillanat nyárfolyama, ha tudom az árát forintban valaminek, készen van a pillanat nyárfolyamát a Bitcoinnak, és átszámolom a forintra, és tudom, hogy mennyi forintba kerül, vagy mennyi Bitcoinba kerül. Na de nem ez a lényeg az egésznek, hogy én majd a számológéppen mindig ki tudom számolni, hanem az a lényeg az egésznek, hogy mikor én elmegyek a boltba, hogy a forintnál működik az értékmérő funkció, mert elmegyek a boltba, és látom azt, hogy egy tej mondjuk, mit tudom én, 100 forint, tudom azt, hogy ez egy olcsó tej, mert nem ennyibe szokott kerülni. Ha meg 1000 forint, az egy drága tej, mert ugyancsak nem ennyibe szokott kerülni. Jó, tehát tudom, hogy ez egy érték, az kb. Az sok vagy kevés adott árucikknél. A Bitcoinnál emiatt, hogy simán tud esni felére, vagy akár tud 37%-ot emelkedni egyébként ugyanúgy egy nap alatt az értéke, ezért nem tudom, hogyha én voltam 2 hete vásárolni, és tudom, hogy akkor a tej az egyébként 0,00000346 Bitcoinba került. Egyrészt nagyon fontos, hogy mindig megszemlél, hogy pontos hány nulla van ott, jó? Mert lehet, hogy 10 vagy 100 forintot fizetek érte. Tehát ugye a nullákat mindig rengeteg nullát kell számolni, hogy hány darab nulla van ott, azért ez elég macerás a gyakorlatban. És aztán még simán lehet egyébként, hogy meg is számoltam, de egyébként fogalmam sincs, hogy most mennyinek kéne lenni, mert ugye azóta egészen más Bitcoin árfolyam van. Tehát most már egészen más számhoz kéne viszonyítanom. Ránézek, nem tudom azt, hogy ez most olcsó tej, drága tej. Jó, hát nem tudik ez olyan nehéznek, persze, akkor számold át a számológépet, de még ez se segít. Mert oké, átszámolod, úgy tűnik, hogy olcsóbb, berakod a kosarodba, oda rohansz a pénztárhoz, a pénztáros beüti, vagy lehúzza, vagy akármi, és akkor 5 másodperc múlva azt mondja, hogy ennyi fizessél, akkor már tök más az ára Bitcoinnak, és lehet, hogy akkor még olcsó volt, mikor levetted a polcról, és 5 másodpercek később már hirtelen drága lett. Tehát azért elég komoly problémák vannak, ha Bitcoinba akarsz fizetni, akkor elég komoly gyakorlati problémáid vannak az életben. Egészen más mondom az, mikor megállapodtok valakivel, azt mondjátok, hogy oké, az ennyi, rögzít az árfolyamot, aztán valaki majd nyer rajta, meg veszít rajta, és nem érdekel, az egy külön történet. De ettől függetlenül azért a legtöbb embert ez zavarja, és teljesen jogosan, hogy ennyire össze-vissza tud menni az árfolyama a Bitcoinnak, mert a legtöbb kriptopénznek egyébként ugyancsak. Környezetbarátság. A Bitcoin rendszer maga, ahogy mondtam nektek, egy valaki megkapja ezt a 6,25 Bitcoint. Azért nagyon sok pénz, ahogy beszél, ez nagyon sok pénz. Ezért megéri elindulni, jó? Tehát ez olyan, mintha maratonfutásért, nem is maraton, 10 perces futásért,
nyerhetnél 120 ezer dollárt. Jó? Tehát elmész, futsz, lehet, hogy te nyersz, akkor kapsz, első díj az, hogy kapsz 120 ezer dollárt. Hát valószínűleg mindannyian elindulnák. Jó? Tehát függetlenül attól, hogy milyen jó futók van, én is vennék. Én biztos nem lennék első, de akkor én is odajárnék a célvonalhoz. És ez történik. Ugye, mivel mindenki azt gondolja, hogy megéri neki futni, nem is ő fut, ráadásul a számítógépe fut helyette, tehát az, akkor aztán végképp indulnánk, hogyha nem nekünk kéne lefutni azt a nem tudom hány méter. Ezért mindenki elindítja a saját számítógépét, sőt vesz még három másikat, vagy akár 30, vagy akár 30 ezer másikat, és mindegyiket elindítja a versenyben. Ugye mi fog történni? Egy valaki fogja akkor is megnyerni, tehát egy győztes lesz akkor is, tehát nem nyer igazán a bitcoin rendszerevel semmit, annyit, azt mondtam, annyit nyer, hogy hát így nehezebb feltörni, mert ugye ezért fontos az, hogy a leggyorsabb fejti meg általában 10 perc alatt. Ha nagyon sok versenyző van, az azt jelenti, hogy ha akkor is a leggyorsabb tudja 10 perc alatt megfejteni, akkor biztos, hogy a világon nincs olyan ember, aki meg tudná fejteni gyorsabban. Jó? Ez kázi ennyit jelent. Na jó, de most már annyian próbálkoznak ebben, hogyha ezred ennyien vagy tízezred ennyien próbálkoznak, akkor is biztos lenne, hogy nem tudja senki hamisítani a bitcoint. Tehát haszna, gyakorlati haszna igazából nincs annak, hogy ennyien versenyeznek. Na de áramfogyasztásban viszont ez 10 000-szer annyi áramot jelent. Jelen pillanatban a bitcoin rendszer maga, ami azt gondolta, hogy igazából annyit tud, hogy egyik számlaszámra egy másik számlaszámra tudtok pénzt utalni. Ennyit tud. És egyébként azért, hogy nagyságrendet érzékeljétek, a bitcoin rendszer arra képes kávé, mondtam, hogy nem fér bele akárhány utalás a blokkba, a bitcoin rendszerrel másodpercenként kb. 3 utalást lehet csinálni. Ami egyébként nem tűnik kevésnek, mert mikor utalunk másodpercenként 4-et, nem? Tehát ugye nem nagyon csinálunk ilyet, de ez az összes, mindenki, aki bitcoint használja, mindenki összesen 3-at tud utalni másodpercenként. A Visa-nál, a Mastercard-nál ez 50 ezer. Jó? És a Visa meg a Mastercard az csak 2 rendszer sok közül. Tehát 50 ezer áll szemben a 3-mal. Tehát brutális a különbség. Jó? Tehát néhány ember tud utalgatni egymásnak dolgokat. Tehát ennyit tud a bitcoin rendszer. És ennek az áramfogyasztása annyi, ugye hát szemléthető az ábra, ez Svájcot szemlélteti. Ugye nem tudtam egész Svájcot rárakni, úgyhogy az szépen is legyen, csak egy térkép legyen, hogy egész Svájcnál többet fogyaszt a bitcoin rendszer. Tehát több áramot fogyaszt a bitcoin rendszer üzemeltetése, mint Svájc. Minden lakásával, minden gyárával, a CERN-nel, ugye a fizikai részecskegyorsítóval, mindennel együtt. Összes svájci bankkal egyébként, úgy by the way. Jó? Tehát, és a bankok nem csak azt csinálják, hogy utalgatnak pénzt A-ból A-számláról B-számlára, hanem ott azért hitelt is fölvehetsz, befektetést tanácsot adnak neked, emberek dolgoznak, épületük van, ég a lámpa benne. Tehát azért rengeteg dolog történik a bankokban, szélszolgáltatás, elemzések, részvénybefektetés, stb. Stb. Tehát rengeteg dolgot csinálnak, még azon kívül is egyébként, hogy az egyik számláról a másik számlának át tudsz rakni akármennyi összeget. Jó? És még ővelük együtt is kevesebb az áramfogyasztása egész Svájcnak, mint a bitcoin rendszernek, brutális az áramfogyasztása. Tehát az a nagy kérdés, hogy a Svájc, a világgazdaságból a Svájc aránya a több, vagy a világ teljes gazdaságából a pénzügyi szolgáltatások aránya a több. Biztos, hogy Svájc aránya sokkal több. Biztos, Svájc, de akkor még egy dolgot hagyd mondjak, tehát azért mondom, Visa Mastercard 50 ezer, csak külön-külön. Jó? Tehát akkor az azt jelenti, hogy szorozd meg akkor a 3 utalást 20 ezerrel, és akkor vagy kb. Ott. Tehát akkor, ha a világnak az utalása, és ez még csak a Visa, tehát csak a Vizát akarod kiváltani, akkor 20 ezer Svájc kell. Azért 20 ezer Svájc az messze több, mint az egész világ teljes áramfogyasztása. Messze több. Tehát a Svájc sokkal több, sokkal kisebb, hogy mondjam, a Svájc részesedése a világ GDP-jéből az sokkal több, mint az egy 20 ezered része a világ GDP. Sokkal, tehát sokkal több. Tehát, és ez csak a Visa. Akkor még nincs Mastercard, semmi más nincs. Akinek Vizája van közületek, annak megoldottuk az utalásait. Akinek más pénzügyi szolgáltatója van, az most nem tud utalni sajnos. És mondom, annyi áramot fogyasztottunk, mint a világ fogyasztása szorozva valószínűleg 100. De most nem tudom, hogy fejből én se a számokat, de brutális. Jó, tehát nagy különbség van. Tehát jogos volt, amit mondtál, de még avval együtt is. Jó, tehát tényleg nem volt teljesen korrekt az összehasonlítás, de teljesen korrekten veszük, még akkor is brutális az áramfogyasztás. Tehát egyszerűen nem lehet mit kezdeni, és azért még egy példa, hogy ez mennyire nem környezetbarát. Kettő darab bitcoin utalás az annyi elektronikus hulladékot okoz, mintha egy vadúj iPad-et eldobnátok az utcán. Mert annyi gép bányászik, és ezek közül néhány elromlik mindig. Jó? Tehát kettő darab utalás az egy darab vadúj iPad-nek az eldobása. Az utca, és ezek valahol tényleg lesznek dobva egyébként. Ezeket tényleg valaki egyszer kidobja, valahol egyszer gyűlnek. Valahol nem egyszer, valahol gyűlnek folyamatosan, és ott vannak. Tehát ez a környezetbarát jelleg, ez sajnos azért eléggé komolyan megkérdőjelezhető.
Hogy jó befektetés vagy nem, nyilván ez nem egy befektetési tanácsadás, most nem egy MLM előadásra jöttem, hogy akkor itt van nálam 3 bitcoin, vegyétek meg, jó? Tehát nem, ne értsetek félre, tehát se eladni nem akarok bitcoin, egyébként nekem is van, se venni nem akarok, azt mondjuk kevésbé akarok, mint eladni, de el tudnám egyébként adni, tehát hogy nem az a gond. De lényeg az, hogy azért nézzük ezt meg közgazdasági szempontból, hogy most azért milyen szelek fújnak, és azok a szelek azok segítenek a bitcoinnak, vagy nem segítenek. Ugye azt lehet mondani, és egyébként ezt én már akkor mondtam, amikor még csak fölfele ment az ára, és azért azóta voltak egy időszak, ahol lehetett ezt az állítást ellenőrizni, és azért általában működött. De az állítás az volt, hogy amikor fölmennek a kamatok, akkor az általában minden befektetés szempontjából, vagy majdnem minden befektetés szempontjából rossz hír. Hiszen magasabb a kamat, akkor inkább fogod, és akkor a bankba tart a pénzed, vagy veszel valami kötvényt, ami fizeti neked a magas hozamokat, és másokat meg eladsz. Ugye, főleg, hogy arról nem is beszél, hogy nagyon sokszor ugye az emberek, a befektetők, azok hitelből vesznek mondjuk pozíciókat föl, részvényeket, aranyat, akármilyen ingatlant, arról nem is beszél például, ugye azt szinte mindenki hitelből veszi. Magyarul, hogyha elkezdenek növekedni a kamatok, egyre drágább ezeket a hitelből tartott pozíciókat fenntartani. Ugye? Mert a hitelnek a költség egyre nagyobb. Tehát akkor érdemesebb, hát akkor ajánlatosabb, vagy érdemesebb, vagy ha motivált az ember arra, hogy akkor csökkentse a hitelét, de hogy tudja csökkenteni? Hát el kell adni azt, amit vetted. Nyilván, hogyha hitelből vetted, mert nem volt elég pénzed, és vissza akarod fizetni a hitelt, akkor el kell adni egy részét legalább annak, amit tartasz. Jó? Tehát el kell adnod az aranyat, el kell adnod a befektetését, a részvényeidet, a kötvényeidet, el kell adni a lakásodat, esetleg, hogyha ez olyan nagyságrendű a hitelállományod és a kamatláb, hogy már nem tudod fizetni. Magyarul lesz eladói nyomás ezeken a piacokon. Ugye eladó is nyomás van a piacokon, akkor mi fog történni az árral? Lemegy. Így van, pontosan. Ilyen egyszerű. Jó? Tehát általában, amikor a kamatok emelkednek, akkor a pénzügyi befektetéseknek az értéke az csökkenni szokott. Nem rögtön, nem azonnal, mert most fölmegy a kamat, most nézzétek meg az Európai Unió, most fölemelte 0,75-re, hát ez még valószínűleg évente 0,75% kamat. Hát most oké, rendben, a hitelkamatok azok jobban emelkedtek, de mondjuk ezt még valószínűleg mindenki ki tudja fizetni. Ezzel senkinek nem lesz nagy problémája. Azért nálunk már sokkal jobban megemelkedtek a kamatok Magyarországon. Jó, nálunk már 10% fölött van, tehát ezt már érzik a befektetők, de azért a tipikus bitcoin befektető az nem feltétlenül magyar. Jó, tehát most a magyar kamatok azok nem annyira fontosak, de az egész világban mindenhol emelkednek a kamatok. Jó, tehát a kamatok emelkednek, az nem jó a pénzügyi befektetések értékének. Most emelkednek a kamatok. Az infláció is baromi magas, ami szintén húzza felfelé a kamatokat, mert ugye a jegybanknak az a feladata, hogyha infláció van, küzdjön valahogy ellene, hogyan tud küzdeni ellene, fölemelik a kamatot. Ezt fogja csinálni. Ezt csinálja minden jegybank. Magyarul az emelkedő kamatok, az infláció, magas infláció, az emiatt emelkedő kamatok, azok nem teremtnek egy jó környezetet, nem teremtnek egy jó támogató környezetet a befektetések értékének, és a bitcoin is egy befektetés. Jó, hát persze lehet máshogy nézni rá, de azért nagyon sokan úgy néznek rá egy befektetés. Nagyon-nagyon sokan úgy néznek rá egy befektetés. És nekik, főleg aki hitelből tartotta ezeket a pozícióit, neki a hitelnek a tartása egyre drágább lesz. Mit fog csinálni? Hát valószínűleg ugyanazt csinálja, mint minden más piacon. Jó, tehát a mostani inflációs és kamatkörnyezet az nem igazán támogatja a bitcoin. De mondom, nem, ez nem egy befektetés, tehát nem, most valaki elkezdje shortolni a bitcoin nekem, vagy eladni a bitcoin-et, aztán majd jövőre, amikor jövök eladni, akkor jön, és buktam rajta 100 000-et, és fizessem ki neki. Jó, tehát hogy én nem mondom, hogy bármit csináljatok. Lehet, hogy föl fog menni az ára, lehet, hogy én is tudom, merre fog menni. Majd ha lesz olyan kérdés, lehet, hogy elmondok egy ciki sztorit magamról, de hogy ettől függetlenül ez, mint közgazdaság összefüggés, az igaz. Jó? És mondom, nem holnap, meg nem holnap után igaz feltétlenül, de azért általában, hosszú távon, átlagosan igaz. És azért mond nekünk valamit. És ha megnézitek azt, hogy mi történt a bitcoinnak az árfolyamában, amikor elkezdtek emelkedni a kamatok a nagyvilágban, akkor pontosan ezt fogjátok látni. Jó? Pont. És bármikor, nem csak most emelkedtek a kamatok, volt egy kamatemelési ciklus már korábban is egyébként, még a Covid előtt, csak aztán jött a Covid és visszacsökkentették, de akkor ugyanez történt. Akkor egyébként alig emelkedtek a kamatok, és már azt megérezte a bitcoin 17 után. Jó, tehát lényeg az, hogy a bitcoin az jó befektetés lesz-e vagy nem, hát ki tudja, nem tudjuk, de alapvetően nem feltétlenül kedvező a befektetési környezet neki. Jó, ezt most átugrom, ez egy tök jó ábra, de az egyik cikkem, mindegy, ezt most átugrom, ez nem annyira érdekes, mert van ennél érdekesebb dolog, és szeretnék időt hagyni nektek, hogy tudjatok meg kérdezni, mert szerintem az a legérdekesebb, hogy nem arról beszélek, amiről én gondolom, hogy érdekes beszélni, ami szerintetek érdekes. Virtuális aranya a bitcoin, volt egy ilyen kérdés is, és itt alapvetően az én megközelítésem, és ezt én találtam ki, lehet, hogy hülyeség, jó? Tehát ettől függetlenül elmondom nektek. Az pedig az, hogy
ugye Yuval Noah Harari nevét lehet, hogy hallottátok, a Kolumbnak a sztár közgazdásza, ő mondta azt, hogy a legjobb mese, amit az emberek valaha kitaláltak, az a pénz. Mert mindenki elhiszi. Tehát a pénznek nem azért van értéke, mert az tényleg egy értékes lenne az a papírdarab, vagy az a fémdarab, amivel a boltba effektíve fizetünk, vagy a bankkártyán, mikor lehúzzák, és akkor így ilyen elektromos jelek átmennek. Nem az a jel értékes, nem a fém értékes, nem az a papírdarab ér 20 000 forintot, hanem azért fogadja el mindenki azt a papírdarabot 20 000 forint értéknek, mert tudja, hogy majd más is elfogadja, amikor ő fog majd fizetni vele. Jó, tehát igazából csak azért van értéke a pénznek, mert mindenki elhiszi, hogy van értéke. És ez a legjobb dolog, amiben hisznek az emberek. Nem tudtok még egy olyan dolgot találni, az amerikai dollár szokta mindig felhozni, hogy nem tudtok még egy olyan dolgot mondani, mert több ember hinne, mint az amerikai dollárba. Ugye neki a kedvenc példája az az, hogy Osama Bin Laden, aki ugye hát nyilván fiatalok lehet, hogy nem tudják, hogy ki volt ő, de egy nagyon gonosz terrorista volt, ugye 9-11 is ugye hozzá köthető, ugye most már nem él, de ameddig élt, ugye ő semmiben nem hitt, amiben az amerikaiak hittek. Ugye nem ugyanabba az Istenbe hittek, nem ugyanabba a gazdasági berendezkedésbe, nem ugyanabba a demokrácia, vagy hát ugye nyilván neki kicsit más volt ez a fel, de semmiben nem hittek, nem volt olyan dolog, ami mind a ketten hittek volna, hogy egy amerikai és Bin Laden is hitt volna. Egy dolog kivételével az amerikai dollár. Ha valaki Bin Ladennek dollárba utalta, hogy akkor figyelj, akkor itt van még 3 dollár, és akkor még egy gépet indítsatok, akkor azt elfogadta ő is, mert abban ő is hitt, hogy az értékes. Jó? Tehát a pénzben mindenki hisz. De szerintem van még egy dolog, amiben mindenki hisz, és talán még inkább, mint a pénzben vagy a dollárban, ez pedig az arany. Az aranyban még inkább hiszünk. És erre egyébként vannak bizonyítékok is. Ha megnéztek a szinoníma szótárt, hogy milyen szinonimái vannak annak a szónak, hogy treasure, tehát kincs, akkor annak egyébként 11 szinonimája lesz, de benne van az arany, benne van az ezüst, az Oxford Dictionary szerint, benne van a precious metal, a nemesfém, tehát arany, ezüst, nemesfém, az mind az érték, az mind a kincsnek a szinonimája. Nincs benne a Dogecoin. Jó? Nincs benne a Tether, nincs benne az Ethereum, nincs benne a Bitcoin. Tehát a kriptopénzek nincsenek benne. A köznyelv szerint az arany az nagyon értékes, a nemesfémek nagyon értékesek, a kriptopénzek nem gondolja ezt még a köznyelv. Lehet, hogy aztán majd 100 év múlva csak az lesz benne, és az arany meg nem. De most még nem ez van. Ugye most még nem ez van. Nézd meg azt, hogy mit gondolnak a világ legokosabb pénzügyi koponyái. Nyilván itt azért biztos, hogy mindenki szokta szívni egy bankárokat. Tehát nem biztos, hogy azt gondoljuk, hogy ők a minden pillanatban a legjobb döntés hozzák. De ezt el kell ismerni, hogy egy közgazdász, mikor végez az egyetemen, és akkor mondják neki, hogy figyelj, dolgozhatsz egy bankba is, akkor nem fogja kapásba azt mondani, hogy nem. El fog rajta gondolkozni. Mert ez egy elég jó szakmai műhely, nem csak nálunk, mindenhol a világban. Ugye ott azért figyelnek arra, hogy oda olyan embereket figyelnek föl, akik azért nem évfolyam utolsók voltak, hogy ilyen kicsit eufemisztikusan fogalmazzak. Tehát okos emberek vannak ott. Mibe tartják a jegybankok a tartalékot? Mibe tartják azt, ami nekik a fölösleges pénzük? Egy részét aranyban, egy részét általában, ha nem az amerikai jegybankról beszélünk, egy részét dollárban, egy részét euróban, hogyha nem az Európai Központi Bankról beszélünk, meg kötvényekben. Mennyit tartanak Bitcoinban? Nullát. Mennyit tartanak Ethereumban? Nullát. Tehát ők tartanak aranyat, egyébként több aranyat tart 2 jegybank, az amerikai meg a német együtt, több aranyat tart értékben, mint az összes kriptopénz értéke összesen volt a csúcson. Tehát ugye ez nagyon fontos különbség. És kriptopénzt nem tartanak. Tehát a jegybankárok szerint az arany az egy tök jó tartalékeszköz, a kriptopénzre meg nem gondolják ezt. Tehát profik azok így állnak hozzá. És persze lehet ennek 1000 oka, de mégiscsak így állnak hozzá. De a legfontosabb oka miatt szerintem soha nem fog az arany oda kerülni a fejünkben, mint ahova, vagy bocsánat, a bitcoin, meg a kriptopénzek soha nem fognak oda kerülni a fejünkben, mint az arany, az, hogy senki nem ismeri ezt a mesét. Ugye senki nem ismeri a bitcoin hajú lánynak a mesét. Az aranyhűrány mesét ismerjük. Jó, meg az ördög 3 aranyhajszálát, meg rengeteg mesét lehetne mondani, ahol az arany az egy fontos szerepet játszik. És ezeket a meséket a kisgyerekeknek, ugye az anyukájuk Ugandától egészen az USA-ig mindenhol elmeséli, amikor még azt se tudják a világra, semmit nem tudnak, nem az, hogy közgazdaságtan, vagy akár kriptopénzek, semmit nem tudnak, de azt, hogy az arany az valami nagyon jó dolog, és azért Alibaba is betört, meg próbálta elvinni, és akkor ott maradtak, de aztán mégis ezt értik. Meg látja az anyukájának a nyakláncát, a gyűrűjét, és tudja, hogy ez csillog, az valami tök jó dolog, az valami értékes dolog. Mutass egy gyereknek egy bitcoint, hogyan, tehát ugye nincs fizikai formája, tehát nem tud nekem megmutatni, de ha meg is mutatnád, hogy na, nézd, itt van a blokklánc, és akkor ott vannak benne, hát most valószínűleg az nem lesz olyan izgalmas, mint az arany. Jó, tehát ezt azért
azt gondolom elég biztosan mondhatjuk. Tehát még egy gyereknek így a kiskorától kezdve beleverik a szülei, mintha egyébként ezért fizetést kapnának valami MLM rendszertől. Minden gyereknek beleverik a fejébe a szülei, hogy az arany az nagyon értékes dolog. A bitcoin azt majd valamikor egyszer, ilyen idős korában, mint ti is, majd lehet, hogy hall egy előadásról, vagy előtte még utánnézett egy kicsit, vagy lehet, hogy már tegnap előtt is valamit tudhatok, de hogy azért nem egy gyerek fog utánnézni annak, hogy mi bitcoin és mi az Ethereum. Magyarul az aranynak mindig más helye lesz a fejünkben, mint a kriptopénzeknek. És hogy ez mennyire így van, megkérdezték Larry Evans-t, aki egy nemzetközi nagymester sakkban, megkérdezte egy 11 éves gyerek, hogy ha ő most elkezd nagyon keményen sakkot tanulni, akkor mikor lesz belőle a nagymester? És mondta neki, soha. Soha az életben. Tehát sakkot azt nagyon korán kezdik el a gyerekek. És egészen más, hogy tanul egy gyerek kiskorában, egészen más, hogy működik az agya, egészen más, hogy veszi fel az információt, mint egy 14 éves gyerek is akár, nem is beszél mondjuk egy még idősebbről. Jó, tehát, és a bitcoinon mikor kezd valaki olvasni, tanulni, utána nézni, miről szól? Hát valószínűleg jóval 14 éves kora után, a legtöbb esetben. Magyarul egészen máshogy fog az agyunkban majd beivódni, egészen máshogy fogjuk ezt a mesét elhinni. Most nem, ne értsetek félre, most nem azt mondom, hogy a bitcoin az egy értetlen humbug dolog, de csak azt mondja, hogy ha Harari szempontjából nézzük, akkor mese a bitcoin is, mese a pénz is, mese az arany is, és az egyik mesét az mesét nekünk attól kezdve, hogy megszülettünk, a másik mesét meg majd próbáljuk majd mi belerakni a saját fejünkben, majd itt lehet, hogy 20-30 évesen, vagy lehet, hogy még később. Egészen más, hogy fog ez a mese majd a mi agyunkban dolgozni. Tehát amíg nem lesz ilyen mesekönyv, egyébként ezt netről szedtem, tehát lehet, hogy van egy ilyen könyv, de azért gyanítom, hogy valószínűleg nem gyerekmesék vannak benne, létezik is ilyen könyv, de valószínűleg az, hogy ez csak egy összerakott kép. De amíg nem lesz egy ilyen mesekönyv, amit mindannyiunk a mesél a gyerekének, hogy a ördög három Dogecoin hanyszálával mi történt, addig a Dogecoin, meg az Ethereum, meg az összes ilyen kriptopénz, az nem lesz olyan értékes a fejünkben, mint a fizikai arany. Tehát más lesz, nem lesz annyira jó. Jó, sok minden volt, ami még lehetett volna mondani, de én ezt most átugranám, és jó, a korlátos kínálat, akkor ezt inkább azt mondom, hogy mert most, ha jól látom, akkor még két percem van, hogy a korlátos kínálatra annyit szerintem ez egy tök érdekes dolog, ugye mondtam azt, hogy olyan szempontból hasonlít az aranyra a bitcoin, ugye, és ezt sokan mondják, hogy mind a kettőnek korlátos a kínálata, de azért itt is lehet elvéreket mondani, ha érdekelteket rákérdeztek, akkor szívesen beszélek erről. Viszont inkább csináljuk azt, hogy nézzük meg a kérdéseket még egyszer, amik az óra, ami az előadás elején voltak. Jó, bocs, mert tanár vagyok, tehát nekem ez mindig óra. No, ki az, aki most azt gondolja, pénz a bitcoin? És nyugodtan gondolhatok bármit, jó? Csak te kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki szerint a bitcoin az pénz? Oké, köszönöm. Ki az, aki szerint nem pénz? Jó, talán itt azért van változás. Ki az, aki azt gondolja, a bitcoin az környezetbarát? Ki az, aki szerint nem? Jó, akkor sikerült titeket Svájccal meggyőzni, ennek örülök. De ez tényleg durva, először hallottam, akkor még nem Svájc volt, akkor még egy kisebb ország volt egyébként, mikor először olvastam erről, de az is megdöbbentő volt. Azért gondoltam, hogy egész ország. Tehát az összes iparággal, minden gazdasággal együtt, és itt meg a bankszektornak az egyik tevékenységéről beszélünk, tehát azért nagyon durva. Nagyon durva. Ez is valóban az egész világon használhatják, de azért mégis, ha összeszámoljátok, hogy hányan használják igazából, és azt beraknád egy országba, akkor valószínűleg Izland jön neki, vagy még egy kisebb ország. Tehát ez is résznek a történetnek. Ki az, aki elfogadná, hogy bitcoinban rögzítik a fizetését? Jó, nem ajánlom egyébként, tehát én örülök, hogy nem fogadjátok el, de hogy mondjam, megint csak, de gyertek hozzá vissza, van egy, ahol az apukámnak van nyaralója, ott az egyik szomszédunk, hát elég jó modulak, és neki mindig van a befektetései, de olvasta a cikkeimet, nagyon régóta szidom már a bitcoint, és mindig jön nekem, és mindig mondja, hogy ha akkor megvette volna, mennyi pénze lenne, tehát jó, tehát azért nem kell mindent úgy elhinni, hogy én mondok, mert nem biztos, hogy, tehát ez mondom, nem befektetési tanácsadás, nekem sincs fogalmam is, hogy mi fog holnap történni a bitcoinnak az árával, én csak azt mondom el nektek, amit én igaznak gondolok. Tehát ettől függetlenül simán lehet az, hogy valaki mégiscsak elfogadná a bitcoinba a fizetését, akkor utána majd röhög rajtam, hogy az idióta idejött és ezt mondta, ő meg forintba kapta, és akkor majd hasonlítjuk össze, hogy kinek hány Ferrari-ja van. Nekem még egy nulla, tehát ha már van egy nektek, akkor legyomtatok. No, ki az, aki szerint a bitcoin az virtuális arany? Ki az, aki, jó, egy, oké, ki az, vagy kettő, ki az, aki szerint nem? Jó, oké. De teljesen oké, bármit gondolhatok, de örülök annak, hogy azért van, aki, úgy lehet, hogy valakinek azért legalább elgondolkozott azon, amiket mondtam, és ez jó. Jó, tehát soha se higgyetek senkinek, nekem se, de amiket mondtam, és olyan volt, ami szerintetek kicsit más, mint amire ti gondoltok, egyszerűjétek le, beszélgessetek valakivel, gondolkozzatok rajta,
És aztán, amire rájöttök, valószínűleg az egy jó dolog lesz. Lehet, hogy ugyanaz lesz, amire eredetileg gondoltatok, lehet, hogy más lesz, de ez egy jó dolog lesz. Kedves nézőink, a köztérben a bitcoinnal és a kriptovalutákkal foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.